A szekszárdi székhelyű Sinus Electro Kft. Egy 30 éves családi vállalkozás. A cég fő profilja a villamosságszerelés. Megalakulásuk óta számos építőipari villamos kivitelezési munkát végeztek már, mondja az ügyvezető. A vállalkozás a közelmúltban csatlakozott a duális képzési rendszerhez, így jelenleg 6 diák sajátítja el a szakma rejtelmeit. A munkaerő piac hozta ezt a dolgot, hogy elkezdtünk a diákokkal foglalkozni, hiszen jó munkaerőt, képzett munkaerőt nem nagyon lehet találni. Én azt az elvet vallom, hogy a szakmaiságot mi meg tudjuk az embereknek tanítani, ezzel nincs probléma. Az emberi hozzáállásnak kell olyannak lennie, hogy az számunkra megfelelő legyen. A 18 pluszos, tehát akik már egy végzettséggel rendelkeztek, és ők most villanyszerűen tanulnak ezekkel a diákokkal, azt gondoltam, hogy velük lehet azért menni valamire. Az elméleti és szakmai tudást a kollégáink, mérnök kollégáim át tudják adni. Az összes többi az pedig magukra fogják ezt szedni, és képzett szakemberek lesznek, és ezzel meg fogom tudni oldani a munkaerő hiányt. Olyan szakemberek, akik ismerik a céget, ismerik a működését, itt dolgoznak már másfél-két évet, megismerték a szakmának minden csinyát, binyát, olyan mesterektől tanulnak, akitől lehet és érdemes. Azt gondolom, hogy ezzel egy olyan hosszú távú elképzelést tudunk megvalósítani, tehát ami biztosítja a cég jövőjét még elég sokáig. A tanulók 5 hónapja töltik itt a hétköznapokat. Az eddigi tapasztalataim nekem nagyon pozitívak. Én azt gondolom, hogy csak bánni kell tudni ezekkel a fiúkkal. Úgy is kezelem őket, mint teljes értékű munkatársakat, tehát nem valami tedd ide, tedd oda kis takarító fiúcskák ők. Jövőbeli, leendő kollégáim, tudja mindegyikük azt, hogy úgy is vettem őket föl, hogy ha a szakmai fejlődésük és az emberi hozzáállásuk olyan, akkor természetesen ők munkahelyként számíthatnak a cégre a továbbiakban is, ebben tisztában vannak. Különböző feladatokat végeznek, váltva végzik, tehát nem állandósult, tehát őket is cserélgetjük, ne ugyanazok a brigádok menjenek ugyanazokkal a brigádokkal. Mindenféle feladatot végzünk több munkahelyen, mindegyikkel legyenek tisztában, mindegyiket lássák meg, és nekik ez nagyon tetszik is, és ez egy jó működő történet, úgy látszik. Kiskoromtól kezdve érdekelte a villanyszerelés, és hát úgy hozta az élet, hogy ide kerültem Szekszárdra. Jól érzem magam igazából, az oktatás és a szakmai gyakorlat is rendben van. Az itteni dolgozók egy folyton oktatnak minket, meg átadják a tudásukat, ahogy tudják. Így rögtön éles helyzetben vagyunk, kontrollált környezetben úgymond, és hogyha elrontunk valamit, akkor van tapasztalt munkatársa, aki segít benne, hogy hogyan lehetne jobban megcsinálni, vagy miért rossz, amit éppen rosszul oldottunk meg. Mindenféleképpen a szakmában szeretnék elhelyezkedni, aztán ha lehetőség van, akkor itt ennél a cégnél. És mindjárt nagyobb lesz az áramfelvétel, ugye akkor így ezzel a hosszabb képlettel lehet kiszámolni Párizsban. Előrelépési lehetőségre én támogatom az edukációjukat, hogyha valami olyan tanfolyam, valami olyan képzettség, valami olyasmi van kilátásban, ami nekik is jó lehet, annak én ugyanúgy ott vagyok mellettük és támogatom őket benne. Igen, volt olyan segédmunkás kollégám, akit támogattam abban, hogy végezze el a villanyszerelő iskolát, és annak ezt villanyszerelő szakmunkásként tudom alkalmazni. Nekem is jó, mert több feladatot tudok rábízni, önálló munkavégzést, magasabb bért tudok neki adni. Ez egy abszolút win-win üzlet. Úgyhogy perspektíva ebben nagyon van, az építőipar jelenlegi helyzetében is. Én hiszem azt, és nagyon remélem, hogy ez a piac is előbb-utóbb meg fog tisztulni. Mi arra helyezzük a hangsúlyt, hogy nem csak nem az olcsó árakkal és így ehhez kapcsolódó munkavégzéssel, hanem a komplex szolgáltatásokkal próbálunk munkákat nyerni, és nyerünk is munkákat, és ezt tanítjuk meg a kollégáinknak is, hogy jó minőségi munkavégzés és az elhivatottság, ez egy magasabb bérstruktúrát eredményez, egy jól kiszámítható bérrendszer mentén tudnak előre haladni.